Apám, gyerekkorom óta nem jártam itt. Nehéz döntés. Akkor te is velem voltál, emlékszel, Mika? Persze, hogy emlékszem, de én azóta jártam már itt. Kivel? Tényleg annyira érdekel? Igen, őszintén szólva nagyon. Ne izgulj. Egyedül jöttem ide, eszembe se jutna máshogy, hiszen ez a kettőnk helye. Igen. Te buta. Kérlek, Mika, ne kezdjünk el veszekedni ilyen apróság miatt. Ki veszekszik? Kettőnk közül nem nekem rossz a memóriám. Bárcsak érteném a lányokat. Mi volt ez, vadóc? Ezek katonai helikopterek. Mi történhet? Jó kérdés. De még jobb, hogy mi lehet a ládákban. Igen, érdekes. Most hirtelen úgy érzem, valami fontos dolog fog történni. Itt a dzsungelben. Nem tudom mi, de hamarosan megtudjuk. Nagyon igyekeznek, de eltart egy kis ideig, amíg befejezzük az Energon tornyokat. Jó, folytassátok a munkát. Sietnünk kell. Csak ez biztosíthatja a föld védelmét. Akkor azt javaslom, verjünk tábort itt és segítsünk a mechanikoknak. Elvasoköl és tűzgolyó lesztek a parancsnokok. Igen, uram! Ó, milyen szavarú! Surranó összes emlékét kitörölték az agyából. És ezzel teljesen használhatatlanná vált számunkra. Energon pocsékolás. És ezek után még több energon kell majd, hogy megöljük azt a nagyképű Megatront. Bolond, ha azt tervezi, hogy a földről lop energont, úgysem tehet semmit az Energon tornyok ellen. Teljes mértékben egyetértek. Be kell vallanom, hogy az Energon tornyok építése zseniális ötlet volt a földiektől. Ne aggódjatok! Elnézést kérek a tudatlanságomért, de megmagyarázná valaki, mit csinálnak a drágalátos terrorkonnyaink? Arra programoztuk be őket, hogy támadják meg az összes földi bázist és szerezzenek energont. Lopakodó üzemmódban könnyedén kikerülik az autobotok radarjait. Már a gondolatra is libabőrös leszek! Nos, Surranó, hogy érzed magad? Azt hiszem, teljesen rendben vagyok. Csak egy dolog van. Igen? Mi lenne az? Nyugodtan mondd el. Nincsenek emlékeim a múltból. Mivel különbözik ez az eddigiektől? A múlt nem fontos, Surranó. Az az egy dolog számít, hogy most engem szolgálsz, katona. Értem. Szökőár, helyzetjelentés. Sok terrorkon, nagyon sok. Nem lesz ez így jó. Megatronék felfedezték a támadókat. Nem, te bolond! Ez is a tervünk része. Azt akartuk, hogy meglássák a terrorkonokat. Nézd ezeket a piramisokat. A maják a 13. században építették őket, de 100 évvel később az egész civilizációjuk eltűnt, és senki sem tudja, hogy miért. Ha belegondolok, lehetséges, hogy Megatron tüntette el őket, hiszen már évszázadok óta létezik. Ó, bevallom, erre a lehetőségre én soha nem gondoltam. Na látod? Jaj, ne! Az az érzésem, hogy társaságot kapunk. Tessék! Kapaszkodj, Mika! Mindjárt utána nézünk! Szent atyám, lehetnek vagy ezre? Mintha a bányába akarnának betörni. Biztos érzik az energont. Optimus, van egy kis gond? Lehetetlen! Vadós szerintem csak hülyéskedik. A radar semmi különöset nem észlel Optimus parancsnok. Nem hiszem, hogy fölöslegesen ijesztgetne. Tűzgolyó, ide hallgass! Azonnal zárjátok le az Energon bányát, és riadóztassátok a mechanikokat. Igen, uram! Várjon! Látok valamit! A robotikák felderítői egyenesen dzsungelváros felé tartanak. Egyszerre támadnak a levegőből és a földről! Szóljatok lángcsóvának és golyózápornak, aztán evakuáljátok a civileket és riadóztassatok minden automotot! Igen, uram! Csak nem riadó van! Akkor abba kell hagynunk a munkát! Megmondtam. Ne szövegelj! Golyózápor! Átalakulás!
Hivatlan vendégeink érkeztek. Optimus, Vadolc igazat mondott. Úgy nyüzsögnek, mint a hangyák. Rendben, térjetek vissza a bázisra. Értettem, már is megyek. A terrorkonok ellepték a bánya környékét, Alexis. Véletlenül se tévedjenek arra. Rendben? Jó, elkerüljük őket. Kérlek, légy nagyon óvatos, Vadóc. Persze, Mika. Ó, és vigyázz a piramisokra is. Meg lesz. Optimus. Hú? Könyörgök, ne hagyd, hogy a robotikák megtámadják a piramisokat. Nagyon sokat jelentenek nekem. Egyfajta ablakok az emberiség történelmére, és ha elpusztulnának, örökre bezárodna ez az ablak. És személyes okokból is szeretném, ha épségben maradnának. Vigyázzatok rájuk, nehogy valami bajuk essen. Mi mindent megteszünk, Mika. Nem fogjuk bántani őket. Köszönöm, Optimus, köszönöm. Siess, Mika! Mennünk kell! Nekem az a véleményem, hogy a jövő sokkal fontosabb, mint a múlt. Ezt Optimus dönti el. Nekünk megvan a dolgunk. Mindenáron meg kell védenünk a bányát. Munkára, vasököl! Rendben! Gyerünk már! Alig várom, hogy ellássuk a robotikák baját. Alfakú, nem is olyan tök fejű, mint képzeltem. Úgy látszik, még nem vetetted el a tüzérséget. Akkor nem akadályozhat meg, hogy megöljük az autobotokat! A terrorkonok lefoglalják az ellenséget, amíg mi ellopjuk az Energot. Energunk. És ha ezzel meg vagyunk, leromboljuk a szánalmas kis városokat. Nagyszerű! Golyózápor, Vasököl és Vadóc, ti irányítjátok a szárazföldi védelmet. Láncsóva és Tűzgolyó, titeket bízlak meg a légvédelemmel. Megértettétek? Igen, uram! Mindenképpen meg kell védenünk Dzsungelvárost. Nem hallottátok a kiürítési parancsot? Fussatok innen, de gyorsan! Várjunk csak! Azt hiszem, vannak még bent a bányában. Mindjárt utána nézek. Vadolt! Ne! Maradj csak! Én elkapom! Szuper fokozat! Egyes egység kapcsolódás! Kettes egység kapcsolódás! Hármas egység kapcsolódás! Négyes egység kapcsolódás! Első Optimus szuper fokozat! Fiúk, tüzet nyis! Folytassátok! Támadás! Támadás! Csatlakozhatunk! Mit kerestek ti még mindig itt? Nem hallottátok, hogy el kell hagyni a bányát? Tudod te, mennyi időbe telt, amíg ezt kifejtettük? Nem fogjuk itt hagyni! Nincs idő vitatkozni, megtámadtak minket! Tűnjünk innen! Ez a parancs felülről jött, srácok! Úgy érzed, Optimus parancsolta? Ugye ez nem valami vicc, Vadóc? Dehogy vicc! Menjetek, le kell zárnunk a bányát! Jó, megyünk! Igyekezz, különben berragadsz! Jól van, jövök már, láthatod! Ezt megúsztuk! Gyerünk tovább! Hé, mi volt ez?
Minden bele! Csökő! Vigyázz, jövünk! Megatron! Megint összefutottunk! Örülök, hogy látlak, de ez lesz az utolsó alkalom. Igen, de én fogok győzni. Srácok, ne lőjetek, amíg be nem törnek és rá nem ugranak az Energonra. Megértetted, Vasököl? Igen! Figyeljetek, még egy perc, aztán elszabadul a pokol. Felkészülni! Nem akarsz célozni? Hé! Ne társalogjatok, fiúk, hanem lőjetek mindenre, ami mozog! Én azt csináltam! Figyelj, Szökör! Le tudod rombolni azokat a tornyokat? Természetesen! Nem hagyom, hogy életre kelj, Unikron! Nem! Talán azt hiszed, megakadályozhatod, Optimus! Csökővel rombolni fog! Csökővel rombolni fog! Ne! Átalakulás! A torony! Olyan sokan vannak, és olyan kevés az idő. De egy tapasztalt vadász türelmes, és megvárja a megfelelő pillanatot, mielőtt meghúzza a ramaszt. Szép volt! Számíts ki a következő lépését, és oda célodsz! Aha, logikus! Célozz és lőj! Szent mamám! Eltaláltam! Csak így tovább, Vasököl! Tudom, gyakorlat teszi a mestert! Én már régen űzöm a szakmát, és ha kész vagy tanulni, olyan harcos faragok belőled, hogy nem akad majd párat. Kezdhetjük golyózától! Tűz! Mindig újabbak jönnek! Vissza! A legfrissebb jelentések szerint az F8-as, az F9-es, a G6-os és a G5-ös bányákat elfoglalták. És most értesítettek, hogy az ellenség elérte a főépületet és megpróbál betörni. Hall minket, Optimus! Igen, hallak! Folytassátok a jelentést! Az E3-as, 4-es és 8-as résznek jelentett! A tészer szorít! Csökör! Arról is álmodoz! Optimus! Ha ez így megy tovább, mindjárt elfoglalják a bázist! Ha nem hátrálunk meg, akkor nem tűzgolyó! De teljesen beszorítottak minket, uram! Ha itt maradunk, védtelenek leszünk! Az a feladatunk, hogy megakadályozzuk, hogy Megatron ellopja az Energon! Optimus! Ha? Elérték a tornyot, uram! Ne! Optimus, lerombolták az Energon tornyot. Csak a mobilenség maradt éppen a földszinten. Most mi lesz? A torony energiaellátó rendszere működik még, Biceps? Ez hogy érti, uram? Hé! Hey, mit akarsz csinálni, Optimus? Az autobotoknak nyomuk vezet Megatron! Hová tűnhetett Optimus? Nem! Optimus, ezt nem mondod komolyan! Csak van más megoldás. Bár csak lenne vadóc. Optimus! Sajnálom, Mika. Meg kell tennünk. Megértem. De ígérd meg, hogy mindannyian sértetlenül tértek vissza. Csak ennyit ígérd meg, Optimus. Erre szavamat adom. Korábban is előfordult már, hogy leromboltak egy civilizációt. És az emberiség mindig túlélte. Tedd, amit tenned kell. Mi teljes mértékben megbízunk benned. Köszönöm.
csodába bújt ez a gyáva Autobot. Keressétek meg! Szörnyű volt. Most először éreztem át, mi a vereség. Nem csak én, a többiek is. És senki nem akart beszélni róla. Dzsungelváros lerombolták. Soha többé nem térhetünk vissza ide. Túl fájdalmas lenne. Hé, vasököl! Ezt most rád bízzunk! Tessék! Komolyan beszélsz? Bízom benned. Meg tudod csinálni. Tessék! Használhatod a plazmapuskát. Köszönöm szépen! Egy pillanat! Vasököl! Tessék, uram! Ezt én személyesen akarom elintézni. Nem, Optimus! Kérem, engedje, hogy én tegyem meg! Ezt nem értem. Miért futott el előlem? Valóban ilyen gyáva lenne, Optimus? Jaj, de jó! Ez azt jelenti, hogy az összes energod a miénk lesz! Csalódtam benned, Optimus. Várjunk csak, Megatron! Nem lehet, hogy csapdába a csarnok? Gondolkozzunk! Megatron, ebben van valami! Itt vannak! Igen? Miből jöttél rá? Riadó! Jaj, ne! A mocskok! Értem már! Optimus mindent megsemmisít! El innen! A csapának vége! Oh! Találkozunk még, első Optimus! Alig hiszem el. Minden oda, amiért harcoltunk. Minden elpusztult. Sajnálom, Mika. Bárcsak másként végződött volna. Szóval itt bujkálsz, vadóc. Optimus! Tudom, nehéz lehetett, de mindent összevetve szerintem helyesen döntött. Így lesz a legjobb az embereknek. Ami történt, megtörtént. Nem változtathatunk rajta. Vállalok minden felelősséget. És most folytassuk a dolgunkat. Optimus! Akár helyesen döntöttem, akár nem, ez már a múlt. Nekünk a jövőbe kell tekinteni. A történelmet nem változtathatjuk meg. Fölösleges azon rágódni, ami elmúlt. Megértettétek? Gondolod, az autóbotok építenek majd egy másik Energon tornyot? Azt teszik, amit kell, hogy megmentsék a Földet. Vadóc, mi történt? A Hold. Ha? Értem, a Hold, de mi van vele? Holdváros. Mégsem pusztult el minden. Egyszerűen tudom, érzem. Ott építhetünk másik tornyot. Igen. Klassz ötlet.
Igen, Miko. Ott fogjuk felépíteni az új Energon tornyot. Következik Scooby-Doo! Itt a Cartoon Network-ön. Transformers Modern Meets the Eye.